Hőségriadó, hétfő éjfélig van érvényben az idén már negyedik riasztás. Smart City projekt, nyitókonferenciát tartottak a Nyíregyházi Főiskolán. Sportpálya felújítás, újra közösségi tér lesz a Krudi utcai terület. Önök a Nyíregyházi Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! Szerdától hétfő éjfélig idén már a negyedik hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos. Várhatóan legalább három egymás követő napon eléri, vagy meghaladja majd a napi középhőmérséklet a 27 fokot. Az országos meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint hosszantartó kánikulára számíthatunk, ehhez igazodva meghosszabbítják a hőségriasztást. Nyíregyháza belvárosában működnek a szökőkutak és a párakapuk. A MÁV Start a nyíregyházi vasútállomáson is díjmentesen biztosít ásványvizet a vonatra várakozóknak 10 és 17 óra között. A tisztiorvosi hivatal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kéri, hogy az elkövetkező napokban mindenki különösen ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre, kerülje a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők és a zsíros ételek fogyasztását. Javasolt az is, hogy 11 és 15 óra között ne tartózkodjon senki a tűző napon, indokolt a megfelelő ruházat, illetve a naptej használata. A gyermekeket, állatokat senki ne hagyja parkoló autóban, és aki teheti, töltsön több órát légkondicionált helyiségben. A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája elérhető a főváros és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok weboldalán. Az új képzési és kutatási portfólió kialakítása, ezáltal az intézmény szerepének erősítése a Kreatív és Smart City szolgáltatások területén című projekt nyitó konferenciáját tartották a Nyíregyházi Főiskolán. A cél, hogy a főiskola olyan új képzéseket hozzon létre, amelyekkel képes támogatni a térség gyarapodását. A Nyíregyházi Főiskola szakemberei a Széchenyi terv 96,3 millió forintos pályázati támogatásával megalapozhatnak egy jövőbeni Smart City programot. A felsőoktatási fejlesztési stratégia harmadik missziójában már a katalizátor szerepvállalás jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy az oktatási intézmények az adott város fejlődésében is vállaljanak szerepet, olyan szakembereket képezzenek, akik a helyi gazdaságban találnak munkahelyet. Ezért a program során átvilágítják a főiskola oktatási tevékenységét, a kutatási helyzetet, valamint az intézmény kapcsolatrendszerét. Ezek alapján kidolgozzák az új típusú képzési kapacitásokat és az új felsőoktatási szolgáltatások körét. Az egész projektnek itt most az átfutási ideje mind össze 4 hónap, tehát most itt nem egy okosváros koncepció kialakításáról és a megvalósításáról van szó, ennek az előkészítéséről, illetve az, hogy hogy kapcsolódjon a főiskola egy ilyen városi projektnek, okosvárosi projektnek az előkészítésébe, és ezek az alkalmazások, lehetséges alkalmazások, hogy jelenjenek meg a főiskola oktatási portfóliájában, kutatásában, illetve szolgáltatásaiban. A program keretében kialakítják a Smart Campus Pilot modellt, amellyel egy szenzorhálózatot hoznak létre. Az infrastruktúra felmérése után ez eszközbeszerzést is jelent. A Smart City modellezés során természetesen társadalmi-gazdasági hatásokat is elemeznek, a tapasztalatok Nyíregyháza számára is felhasználhatóak lesznek. Mint minden városban, itt is az a cél, hogy nőjön a versenyképesség és javuljon az életminőség. Felújítják a Krudi Gyula utcai sportpályát. Az évek óta elzárt közterület hamarosan újra fogadja a sportolni, illetve a kikapcsolódni vágyókat. A beruházásra a város 1,5 millió forintot fordít. Dolgoznak a munkagépek a Krudi Gyula utcai sportpályán. A régi salakos futópálya felújítása zajlik, az egykor szebb napokat is megélt közterületen. Az évek óta elhanyagolt pályát korábban randalírozások miatt zárták be, később a szomszédos Zelk Zoltán általános iskola diákjai vették használatba. Egy ideje azonban már üresen állt. 2 évvel ezelőtt döntés született a sportpálya eredeti funkciójának visszaállításáról, megnyitásáról is. A munkálatok már megkezdődtek,
Első lépésként a területet megtisztították az elvadult növényzettől, valamint megtörtént a fák gajazása, az elszáradt koronarészek eltávolítása, a terület áttekinthetősége és tisztasága érdekében továbbá kiszedték azokat a cserjéket is, amelyek felfogták az eldobott szemetet. Jelenleg éppen a régi salakos futókörnek, futópályának a felújítása történik. Itt kiszedünk egy 10 centis tükröt, megnézzük, mennyire tehertartó az alapréteg. Ezt követően egy vörös salakos felület szórást kap, és újra igénybe vehetik a futók, illetve a sportolók testnevelési során az általános iskola. Felújítjuk a mellettünk található salakos kézilabda pályát is, vagy kispályás labdarúgó pályát. Itt is hasonló eljárással történik a helyreállítás, illetve padokat, szelencéket fogunk kihelyezni. A felújítás részeként kicserélik a pálya labdafogó hálóját, valamint szegélykövekkel teszik rendezettebbé a területet. A sportpálya eredeti funkciójának helyreállítását követően funkcióbővítésben is gondolkodik a városüzemeltető cég, játszóteret vagy kondiparkot terveznek. Ezzel kapcsolatban az érintett lakókat fórumon kérdezik majd meg. A felújított pálya a tervek szerint 2016 őszére készül el. A beruházásra a város 1,5 millió forintot fordít. Nyáron sem pihennek a Lipai János mezőgazdasági szakképző és szakiskola tanulói, hiszen Apagyon a tanüzemben töltik vakációjuk egy részét. A diákok a kötelező gyakorlaton olyan mezőgazdasági munkákat végeznek, amelyekről évközben az iskolapadban tanultak. A bálatra ide szorítod, így, és kinyújtod a kezed, és utána húzod a többit. És jön le, és így nem töröd össze a dohány. A leszedett dohány fűzését magyarázza a szakoktató a nyári gyakorlatukat teljesítő diákoknak. A Lipai János mezőgazdasági szakképző és szakiskola tanulóinak kerettanterv írja elő, hogy a szorgalmi időszakok között hány hét nyári gyakorlaton kell részt venniük. A szakközépiskolások egy hetet, a szakképző évfolyamok növendékei 4 hetet töltenek el a szünidőben az apagyi tanüzemben. Ilyenkor előre meghatározott feladatokat végeznek, de részt vesznek az idény munkákban is. Ezek a gyerekek azért, akik hozzánk érkeznek és szakmát szeretnének tanulni, elsősorban olyanok, akik tevékenységen keresztül sokkal könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban elsajátítják ezeket az ismereteket. Úgyhogy mi azt mondjuk, azt valljuk, hogy a gyakorlatok azok nagyon nagy mértékben hozzájárulnak a szakmai ismeretek elsajátításához. Meg hát ezek ugye elsősorban azért ilyen kétkezi munkát igénylő szakmák, tehát ezt a gyakorlatban lehet elsajátítani elsősorban. A gyakorlatukat töltő lippaisok jelenleg segítenek a tangazdaság állatait ellátni. Hagymát pucolnak, paradicsomot és paprikát szednek, valamint feldolgozzák a korábban leszedett dohányt. A nyári iskolai elfoglaltságot a tanulók hasznosnak tartják. Nyáron sokkal jobb az idő, sokkal több időt tudunk fordítani a szakmai tapasztalatok elsajátítására, és sokkal felszabadultabb a hangulat, mint iskolai keretek között. A diákok az apagyi tangazdaságban bekapcsolódnak a gyümölcsszedésbe, a gyümölcsösök nyári talajápolási munkálataiba, de megismerkednek a szántóföldi növénytermesztés aktuális feladataival is. A tanulók a nyári gyakorlatról érdemjegyet és szöveges értékelést is kapnak, a kétkezi munka tapasztalatait pedig felhasználhatják az 1 hónap múlva induló új tanévben. Eredményes a Turistpolis tevékenysége. A megnövekedett turistaforgalom ellenére nem nőtt a Sóstó gyógyfürdőn bejelentett bűncselekmények száma, amelyhez a Turistpolis projekt is nagy mértékben hozzájárult. Kirándulás, fürdőzés alkalmával csak azokat az értékeket vigye magával, amelyre feltétlenül szüksége van. Fürdés idejére ne hagyja őrizetlenül dolgait, vegye igénybe a fürdőhelyek értékmegőrzőit. Ilyen és ehhez hasonló tanácsokkal ellátott többnyelvű szórólapokat osztogatnak a Turistpolis munkatársai. Szeretnék adni egy ilyen tájékoztató szórólapot a bűnmegelőzés érdekében. Bár még csak augusztus eleje van, de Nyíregyházán szinte minden szálláshelyet lefoglaltak a nyári időszakra. Kigyóznak a sorok a fürdők bejáratánál, és az állatpark előtti parkoló is megtelt. A megnövekedett turista szám ellenére azonban mégsem nőtt a bűncselekmények száma a sóstói üdülővezetben. Ebben nagy szerepe van a növekvő rendőri jelenlét mellett a Turistpolis tevékenységének is. Az elmúlt évekhez viszonyítva, mióta jelen vagyunk itt a strandon, természetesen egyenruhás kollégák megerősítésével csökkentek itt elkövetett bűncselekmények számai,
és a turisták is szívesebben jönnek ki, és nagyobb biztonságban érzik magukat, hogyha ilyen egyenruhás vagy ilyen félegyenruhás diákokat, illetve rendőröket látnak, mert egyfajta biztonságérzetet ad a számukra. A júniustól augusztus 20-áig zajló projekt során a nyíregyházi rendőrkapitányság munkatársai közel 60 diák együttműködésével tájékoztatják a nyíregyházára látogató hazai és külföldi turistákat a nyaralás során esetlegesen felmerülő veszélyekkel kapcsolatban. A több nyelven beszélő tanulók az állatkertben, a fürdőházban, a strandokon, valamint a sóstói tó környékén segítik a hivatásos rendőrök munkáját. A városba érkezők többsége szívesen fogadja a fiatalok tájékoztatását. Nagyon szívesen fogadnak minket, a szúrólapokat odaadjuk, elmondjuk, hogy a nyíregyházi rendőrkapitányságtól szeretnénk ilyen bűnmegelőzési szúrólapot adni. Nagyon szívesen fogadják, általában elolvassák, megköszönik, és hát van olyan, hogy a turisták hozzánk jönnek, megkérdezik, hogy mi hol van, szívesen segítünk nekik. Az évek óta sikeresen zajló program ősszel tovább folytatódik, a rendőreivel, diákokkal karöltve, a belvárosban a Vidor Fesztiválon, az északi temetőben minden szentekkor, valamint a belvárosban a karácsonyi vásárban is találkozhatunk. Akár 20 millió forintot is adnának a szabadpiacon azért az ezüst kincsért, amit múlt héten találtak közmunkások porcsalmán. Nem sokára megmutatjuk a részleteket, de előtte jöjjenek a mai nap további hírei, röviden. Tegnap délután a Kemecsei úton egy az útszélén játszó gyereket sodort el egy motorkerékpáros. A gyerek megsérült, a mentők kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit. Ma délelőtt a színház előtti buszmegállónál két egymással szemben haladó kerékpáros ütközött. Mindketten megsérültek, a mentők kórházba szállították őket. Orosz külterületén a 41-es főúton az új körforgalom és a járdasziget kialakításánál két helyen is jelzőrök irányítják a forgalmat. A 41-es bevezető szakaszán, a Tüzér utcánál pedig közműépítési munkák miatt szűkítették le a forgalmi sávot. A villanyvezetékre és a házakra ráhajló fákat gallyazták, és egyet ki is vágtak a Vécsei és a Deák utca csomópontjában. Ezek korábban áramkimaradást is okoztak, ezért kellett ritkítani az ágakat. A munkavégzés idején az áramszolgáltatás is szünetelt a környéken. Akár 20 millió forintot is adnának a szabadpiacon azért az ezüst kincsért, amit múlt héten találtak közmunkások porcsalmán. A 3, illetve 400 éves érméket jelenleg restaurálják a régészek. A József András Múzeum azt tervezi, hogy rövidesen a nagy közönségnek is bemutatják az értékes leletet. Az egyik haverom azt mondta, hogy kitemeti ezt a sok sörös kupakot. És akkor láttuk, hogy ez nem sörös kupak, mert nagyon végnyom. Közmunkások bukkantak rá arra a vázára, amiben a kincsek pihentek az elmúlt évszázadokban. Ez derül ki a legnagyobb videó megosztóra feltöltött képsorok szerint. A munkások járdát újítottak fel porcsalmán, amikor egyikőjük ásója valami keménynek ütközött. Amikor továbbástak, kiderült, hogy egy cserépedényt rejt a föld mélye, amiben oxidálódott pénzérmék találhatóak. A munkavezető értesítette az önkormányzatot és a rendőrséget, majd felhívták a József András Múzeum régészeit, akik a helyszínre mentek. A régészeknek a helyi polgármesteri hivatalban adták át a kincset. Nagyon meglepődtek, hogy mekkora fogásról van szó. Edzőnő jött velünk szembe, és hozott egy pár darab érmét a kezébe. És hát nézzük, hát 5-6 darab, hát Istenem. És akkor mondja, hogy de hát ez csak egy kis pici része, menjünk be a szobába, és ott van a többi. Egy nejlon zacskóban összesen 1090 darab ezüst pénzérmét adtak át a régészeknek, a lelet súlya meghaladta a 2,5 kilogrammot. Az elsődleges vizsgálatok alapján az ezüstérmék a 16-17. Századból származnak, és többségében Lengyelországban verték őket. Feltehetően egy kereskedői lehetett, az valószínű, hogy septében rejtette el a tulajdonosa, ugyanis a mai felszíntől kb. 25 centire volt elrejtett, tehát sürgősen rejtette el. Ez ugyanígy igaz volt az urai kincsre. Tehát valami hirtelen jött támadáshoz, vagy háborús cselekményhez kapcsolódhatott az elrejtése. Ez a második legnagyobb ezüst kincs lelet a megyében. Erre utalt a régész, mivel a közelmúltban Ura községben is hasonló korú érméket rejtett a föld. A porcsalmai ezüstérmék szabad piaci ára
3 és 20 millió forint közé tehető, eszmei értékük azonban felbecsülhetetlen. A Józs András Múzeumban azt tervezik, hogy a restaurálást követően a nagy közönségnek is bemutatják a porcsalmai kincset. Már csak egy légióst keres a Marsó Nyíregyháza, és teljes lesz a kerete. A férfi kosárlabda csapat elkezdte a felkészülést a következő szezonra. Elkezdődött a munka a férfi kosarasok számára. Egyelőre erőnléti tréningeket végeznek a játékosok, hol a szabadban futnak, hol TRX edzések várnak rájuk. A magyar mag már korábban kialakult, és a héten egy amerikai és egy bosnyák légiós érkezését is bejelentette a csapat, ami ritkaság, hiszen ilyen korán még soha nem alakul ki a keret. Ez segíti a szakmai stáb munkáját. Az első időszakban ugye egy kicsit megpróbálunk visszaszokni a kosárlabdához, a rendszerességhez, a rendszeres edzéshez. Aztán ahogyan fokozódik a kondíció, hogy egyre nagyobb rutint szereznek a srácok, és visszajön az a bizonyos kosárlabda egyensúly, akkor jönnek majd előkészületi mérkőzések, és október 3-án jön az első bajnoki mérkőzés. Két magyar játékos visszatért Nyíregyházára, Bús Iván már a többiekkel készül, Lekli József térdét azonban tavasszal megműtötték, így ő csak szeptembertől kapcsolódhat be a munkába. A center hosszú távra tervez a megyeszékhelyen. Szeretnék edzősködni, és itt egy olyan utánpótlás képzés kezd kialakulni, vagy már kialakulóban is van, ami nekem nagyon megtetszett, illetve itt ismerem a közeget is, az embereket, Gombkötő Norbertet, ugye Jani Ternőt, Pető Ákost, szinte majdnem minden edzőt, és nem, hát ennek részese szeretnék én is lenni, és segíteni a nyíregyházi fiatalokat abban, hogy eredményes sportolók tudjanak ők is lenni. A csapat több felkészülési mérkőzést is vív majd a következő hónapokban. Romániában és Szlovákiában is pályára lép a Marsó Nyíregyháza, de részt vesz a Göcsej kupán is. Most pedig híradónk végén jöjjenek főbb híreink még egyszer, röviden. Az új képzés és kutatási portfólió kialakítása, ezáltal az intézmény szerepének erősítése a Kreatív és Smart City szolgáltatások területén című projekt nyitó konferenciáját tartották a Nyíregyházi Főiskolán. A cél, hogy a főiskola olyan új képzéseket hozzon létre, amelyekkel képes támogatni a térség gyarapodását. Felújítják a Krúdy Gyula utcai sportpályát. Az évek óta elzárt közterület hamarosan újrafogadja a sportolni, kikapcsolódni vágyókat. A beruházásra a város 1,5 millió forintot fordít. Eredményes a Turist Police tevékenysége. A megnövekedett turistaforgalom ellenére nem nőtt a Sóstó gyógyfürdőn bejelentett bűncselekmények száma, amelyhez a Turist Police projekt is nagy mértékben hozzájárult. Önök a Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Ma is tombolt a kánikula, és hogy milyen lesz a folytatás, hamarosan az is kiderül. Ha tetik, maradjanak továbbra is a Nyíregyházi Televízióval. Én kollégáim nevében is szép estét kívánok. Viszontlátásra!